Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Rendkívüli szünetet rendeltek el, a testvérvárosok terei iskolában is megjelent a koronavírus. A legzöldebb hazai egyetem a PTE. Az intézmény az 59. helyre került a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán. Visszatekintő, összefoglaltuk, mi történt városunkban 2020 áprilisában. Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a testvérvárosok terei általános iskolában a koronavírus miatt. Az iskola közleményben tudatta a szülőkkel, hogy az intézményben előforduló megbetegedések miatt december 8-án és 9-én rendkívüli tanítási szünet lesz az alsó tagozatosok számára. A felső tagozatok december 8 és 12-e között digitális oktatásra állnak át. A Pécsi Tankerületi Központ a döntést a további átfertőződés megelőzése érdekében hozta meg. December 8-án és 9-én, azaz kedden és szerdán az iskola épületében fertőtlenítő nagy takarítást végeznek. Bár az első hírek még arról szóltak, hogy ezen a két napon az összes évfolyam számára szünet lesz, végül a tankerület úgy döntött, hogy a felső tagozatok esetében december 8 és 12-e között digitális oktatásra áll át az iskola. Eszerint az alsósok a kétnapos rendkívüli szünetet követően december 10-én csütörtökön már az iskolában vehetnek részt óráikon. December 5-e az önkéntesek nemzetközi világnapja. Ez alkalomból kihirdették az év Baranya megyei önkéntese 2020 díjazottjait. A Baranya megyei önkormányzat és az együttműködő civil szervezetek minden évben köszönetet mondanak azoknak a segítőknek, akik szabad idejükből áldoznak, hogy jobbá tegyék közvetlen környezetüket. Idén erre különösen sok lehetőség nyílt, hiszen a világjárvány számos olyan helyzetet teremtett, ahol nagy szükség volt az önkéntes munkára. Az idei évben az önkéntesség egy új értelmet nyert, hiszen a 2020-as esztendő a világ lakosságát, Európa és benne Magyarország lakosságát, mindünket, magyarokat és pécsieket is egy új kihívásért elé állított, hiszen a pandémiás időszak, a koronavírus járvány első, illetve második hulláma megmutatta azt, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy még jobban odafigyeljünk egymásra, még jobban odafigyeljünk azokra az embertársainkra, akik egy ilyen nehéz időszakban odafigyelésre és segítségre szorulnak. Az önkéntes munka nem csupán a rászorulók számára fontos, mutatott rá a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület elnöke. Az a szlogán, hogy jónak lenni jó, az egy nagyon fontos és nagyon igaz mondat, és igazándiból azok, akik önkéntesként másokért tesznek és cselekszenek, ott két dolog is pozitívan jelentkezik. Egyrészt, aki kapja a segítséget, nagyon örül neki, de aki segítséget nyújt, őnek is egy nagyon jó érzés ez. A pályázat kiírásában és elbírálásában a Baranya megyei civil közösségi szolgáltató központ is segített. Az év megyei önkénteseit egy szakmai zsűri választotta ki objektív bírálati szempontok szerint, arra törekedve, hogy a megye minél több járásából és Pécs minden város részéből születhessen egy-egy elismerés. Én a magam részéről arra bíztatok minden civil közösséget és minden önkéntest, hogy hasonló lendülettel és kitartással, mint idén folytassák munkájukat, és szeretné biztosítani őket róla, hogy mind a civil központ, mind a családási teremtés és önkéntes ház segítségükre van, és hozzánk bizalommal fordulhat. Idén 70 jelölés érkezett a díjra a megyéből, 14 önkéntes kimagasló munkáját ismerték el. A járványhelyzet miatt valamennyien postai úton kapják meg oklevelüket. A díjazottak névsora a www.10baranya.hu weboldalon található. A legzöldebb hazai egyetem a PTE. A Pécsi Tudományegyetem idén az előkelő 59. helyre került a regisztrált 84 ország 912 egyeteme között a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló hétfőn közzétett listán.
Ez egyúttal azt jelenti, hogy immár a magyar egyetemek között a leginkább környezettudatos intézmény a PTM. A Zöld Egyetem gondolat összetett rendszer magában foglalja az épített környezetet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az oktatási, kutatási háttér megteremtését. A világ egyetemeinek zöld rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek kampuszain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek. Ezek a fő szempontok a listán. Újabb fontos mérkőzés előtt a PVSK Veolia. A Dragan Aleksics vezette kosárlabda csapat nem kezdte jól az NB1-es pontvadászatot. Egy több mérkőzésen át tartó halasztás után lassan tudták felvenni a szezon ritmusát. A pécsiek jelenleg 2 győzelem, 4 vereséges mutatóval foglalják el a tabella 11. pozícióját. Csütörtökön, azaz december 8-án az ez ideig még nyeretlen Jászberény érkezik városunkba, hogy pályára lépjenek a Pécs ellen a bajnokság következő fordulójában. Ha a PVSK győzelemmel venni az akadályt, akkor több helyet is előrébb lépnének a tabellán. A Jászberény elleni mérkőzés után nem tudnak sokat pihenni a pécsi kosarasok, hiszen mindössze 3 nappal később újra a Lauber Dezső városi sportcsarnokban kell bizonyítaniuk, akkor a remekül rajtoló Szolnokot fogadhatják. Péterfi Attila polgármester áprilisban a járványhelyzet miatt online fogadórán válaszolt a pécsiek kérdéseire a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán hozott helyi döntésekkel, a vírus terjedésének pécsi körülményeivel és egyéb más városi üggyel kapcsolatban. Az online városi info elején Pécs polgármestere leszögezte. Ne csak azokat a területeket ne látogassák, amiket én most rendelkezésben fogok tiltani, hanem azt kérem, hogy legyenek szívesek a közterületeket valóban a lehető legkisebb mértékben, vagy ha mégis arra szorulnak, hogy ezeket a területeket látogassák, akkor a védőtávolságot legyenek szívesek fokozottan betartani, pont a saját egészségük védelme érdekében. A beérkezett kérdések egy része a vásárcsarnok újranyitására vonatkozott. Péterfi Attila leszögezte, a vásárcsarnok és a pécsi vásár az egészségügyi vészhelyzet idején zárva marad. A szabadtéri piacok működnek, az őstermelőket oda irányították, illetve a csarnok árusai közül sokan vállalták termékeik házhoz szállítását. A pécsi lakosság számára 150 ezer egészségügyi maszkot rendelt az önkormányzat. A város fertőtlenítése április 3-án a keleti városrészben kezdődött. A helyi tömegközlekedés áprilisban már ingyenes volt a pécsi egészségügyi dolgozók számára, hangzott el az online konzultáción tavasszal. Ismét virágba borultak a pécsi közterek áprilisban. Az enyhébb időjárás beköszöntével a Biokon munkatársai elkezdték az átteleltetett dézsás növények kihelyezését, amint egy 150 leander, sejemmirtusz, babér és koralberkenye meccés növényvédelmi kezelés és megfelelő tápanyag utánpótlást követően került a nyári helyére. A színpompás cserjék, mint minden évben, a város frekventált közterületeit díszítik, ilyenek például a Széchenyi tér, Kossuth tér, Színház tér, Jókai tér, Európa tér, Terracsina tér, Hal tér. Néhány éve pedig már a Zsolnai körforgalom környezete, vagy a Konzum buszmegálló is virágdíszt kapott. Virtuális autóverseny bajnokságot indított áprilisban a túraautó világkupa győztes Mihelis Norbert. Baranyai születésű világbajnok is csatlakozott azokhoz a sportolókhoz, akik az otthonmaradás fontosságára hívták fel a figyelmet. A Hungaroring e-sport névre keresztelt versenysorozatban minden magyar állampolgár indulhatott. Ez egy olyan kezdeményezés, ami nagyon közel áll a szívemhez. Nyilván sokan tudjátok, hogy én is a virtuális világból kerültem aztán a valós versenypályákra, és az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy annak a sok tehetséges fiatalnak, aki most otthon játszik, valahogy hasonló lehetőséget kellene biztosítani. És miután megnyertem tavaly a bajnokságot, élt bennem még erősebben a vágy és a késztetés, hogy valamilyen formát adjunk ennek az elképzelésnek. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a támogatóinknak és a munkatársaimnak, hogy gyakorlatilag az elmúlt
néhány évben, egy nappal eltéve dolgozott azon, hogy ezt a programot most közösen be tudjuk jelenteni. Az online szezon 5 fordulóból állt, az ezek során legtöbb pontot szerző 5 versenyző pedig elméleti és fizikai felmérésen vehetett részt Mihelis csapatának szervezésében. Különleges leletekkel gazdagodott áprilisban a Janus Pannonius Múzeum. A boly melletti feltárás során egy második századi hamvasztásos sír maradványaira bukkantak a régészek. A sírból egyebek mellett egy bronz szobor, egy bronz serpenyő és egy légiós aranygyűrű került elő. A feltárás februárban kezdődött. Februárnak a második felébe volt egy bejelentés, hogy műszeres lelőhely felderítés kapcsán, hogy valami leletet, római kori leletet találtak. Természetesen a kollégáim azonnal kimentek, ellenőrizték a bejelentést, és már márciusban meg is történt a komolyabb feltárás is, mert kiderült menet közben, hogy ez egy nagyon izgalmas sírlelet. A feltárás során kiderült, hogy egy második századi, Krisztus utáni második századi hamvasztásos síra bukkantak a szerencsés megtalálók, és a feltárás során pedig nagyon izgalmas tárgyleletek kerültek elő. A legértékesebb lelet egy összecsukható vas szék, amelyet a múzeum egyik külső munkatársa talált. A szék feltehetően korabeli katonai használati tárgy, amelyből eddig mindössze 3 darabot találtak Magyarországon. Különlegesség egyébként a tárgyaknak az, hogy egy csomó olyan unikális, rendkívül ritka dolog is előkerült, amiből például, hogy csak egyet említsek, egy római kori összecsukható katonai passzék került elő. Ebből összesen csak 3 van, vagy 3 hasonló leletet ismerünk. Környéről, Dunaújvárosról és Nagytétényben került elő hasonló katonai ilyen hordozható könnyűk is passzék. A múzeum szakemberei konzerválták és restaurálták a leleteket. Otthonról készült 2 előadás is az internetes videóhívásokon keresztül kezdett bele a próbafolyamatba áprilisban a Pécsi Nemzeti Színház társulata. A premiereket májusra és októberre tervezték, ám ez a világjárvány miatt eltolódott. Utóbbi pár évben úgy alakítottuk ki a műsorrendünket, hogy ugye a bemutatók ugye a nagy nézettség emelkedés miatt kénytelenek voltunk hamarabbra tolni az utolsó bemutatónkat, így ezáltal ez az április-május időszak, ezek mindig felszabadultak, úgyhogy ezt is hasznosan próbáltuk még a tavaly előtt is ezt eltölteni, úgyhogy mi előbemutatókat szoktunk tartani. Általában egy olvasópróba, az úgy szokott kezdődni, egy színházai próba folyamat elindítása, hogy asztali próbák, elemző próbák, a szerepekről beszélgetni, korrepetíciók, meg egyéb ilyen előkészületi munkák szoktak zajlani. Úgyhogy mi tulajdonképpen ezt az online térbe is megpróbáltuk, illetve meg is csináltuk ennek az áthelyezését. A társulat így kezdett bele a Szálinger Balázs által írt László király visszatér című gyerekelőadás és a Csókos asszony című operett virtuális olvasó próbáiba. Egy olyan videóprogramhoz csatlakoztunk, ahol mindig 4 embert látunk a képernyőn, és aki éppen megszólal, ő kerül a képernyőre. Tehát emiatt ez most nekünk nagyon szerencsés, mert ugye, mint a próbán, akkor is arra az emberre figyelünk, aki éppen beszél. Azért óriási különbség van, tehát nem összehasonlítható ez a munka a színházi munkával, hiszen azért mi, hogy úgy mondjam, egymás szájában dolgozunk, tehát nagyon fontos a testi kontaktus, a tekintetek, az energia, ami áramlik egy próbán, és ugye ezek most hiányoznak egy kicsit. De... Bár áprilisban a színházban se próba, se előadás, se közönségfogadás nem volt, a munkával nem álltak le a szakemberek, hangsúlyozta a direktor. A műszaki kollégáink azok a díszleteket, a díszletraktárt, most éppen költözésben voltunk, egy már új díszletraktárba költöztünk, a díszleteket selejtezik, ugyanez vonatkozik a jelmeztárunkra, tehát olyan dolgokat most megpróbálunk elvégezni, amiben a nagy üzemmenetben, ami minket jellemez, ebben nem marad se időnk, se kapacitásunk. A színházi szakemberek és művészek eddigi munkáját a nézők online nézhették vissza a Teátrum YouTube csatornáján. Ami tudtunk ugye összeválogatni, száraz eledeleket, takarmányokat, magukat, illetve lucerna és fűszéna pelletet, elességállatokat,
gondolom jól jönnek. Csak nem 100 ezer forint értékű eleségcsomagot kapott a pécsi állatkert áprilisban egy helyi cégtől. A mecseki zoo anyagi segítségre szorult, hiszen látogatók nélkül elestek minden bevételüktől. A Mardell kisállatbolt hálózat erre reagálva tápokból, élő és fagyasztott eleségből, valamint konzervekből összeállított adományt szállított az állatkertnek. A cég saját felajánlásán túl beszállítói, üzleti partnerei figyelmét is felhívta az állatkert nehéz helyzetére. Próbáltunk bevonni több beszállító céget, érkeztek már felajánlások, helyi vállalkozótól érkezett pont most egy nagyon nagy lelkű felajánlás, hogy amíg ez a helyzet fönnáll, addig ők élő eleség állattal ellátják az állatkertet. Gondolom ez számukra egy nagyon nagy segítség. A pécsi állatkert a tavasszal kialakult helyzetben minden felajánlást vagy adományt szívesen fogadott. A következő időszakban nekünk az a feladatunk, hogy minél inkább takarékoskodjunk, az állatkerti támogatásokat örömmel fogadjuk, és ezekkel úgy próbáljunk meggazdálkodni, hogy minél tovább biztosítani tudjuk az állatkertnek a biztonságos működését és az állatkertnek az ellátását. A Mardell az adományozáson túl gyűjtést is indított az állatkert javára, az üzletekben kihelyezett gyűjtő dobozokban összegyűlt összeg az állatkerthez került, és szintén az állatok élelmezésére fordították. Gaudeamus igitur, azaz legyünk vidámak. A jól ismert ballagási énekkel kezdődik a pécsi Lővei Gimnázium filmje, így búcsúzik az iskola az 5 végzős osztálytól. A diákoknak készített meglepetés filmben a folyósókon végighaladva egy valós ballagás útját követhetjük végig. Az érettségi, a ballagás az mindig egy felfokozott érzelmi állapotban történő dolog, és valahogy amikor 18 éves az ember, akkor ez különösen érzékenyen éli át, és ez az érzékenység egy érték. Úgyhogy én arra buzdítom őket, hogy építsenek a saját értékeikre, éljék át azt, hogy most mi történik velük, és álljanak helyt, mert képesek rá. Ezt eddig is bebizonyították, most meg aztán különösen szükség lesz rá, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. A búcsúbeszédek között a végzős évfolyam 5 osztályfőnöke is megfogalmazta a ballagóknak szánt gondolatait, ez alatt a közös kirándulásokon készült képekből látható vetítés. A diáktársak pedig zenés produkcióval köszöntek el a 12-esektől. Lesz két karantén dal, egy nagyon szép lassú és egy gyorsabb vidámabb a végére, amit a lővei gimnazisták, akik ugye szoktak zenélni, készítettek, illetve együtt készítettünk karantén műfajban, tehát ahogy ez zajlik, telefonos felvétel, aztán a sávok összeállítása, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk rajta, de én azt gondolom, hogy méltó búcsúztatója lesz azoknak a diákoknak, akik most elköszönnek tőlünk. Az idei ballagás a különleges és szívhez szóló búcsú videó miatt is különleges volt a lőve is diákoknak. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden késő estére plusz 4 fokig hüll a levegő hőmérséklete Pécsett, szerdán újabb csapadékzóna érkezik, így borult lesz az ég, és egyre többfelé várható eső. Többfelé élénk, erős lesz a keleti szél. Hajnalban plusz 3, napközben plusz 6 fokot mérhetünk városunkban. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra és egymásra. Viszontlátásra!